Elérkeztünk az Arany Életút utolsó állomására, Budapestre, ahol Arany életének az utolsó időszakát töltötte. Budapesten belül is a Margit-sziget lesz az első megállónk, ahova akkor még nem lehetett a Margit hídon keresztül bejutni. Volt itt egy gyaloghíd Pestről, meg hajóval lehetett megközelíteni, az egyébként belépős Margit-szigetet, tehát ez a, nem mondom, hogy a gazdagoknak, de egy kicsit pénzesebbeknek volt a kiváltsága. És Arany itt is élt egyébként a nagyszállóba. Ferenc József maga akarta kifizetni neki Arany szállását, de hogy Arany semmilyen díjat meg rangot nem nagyon akart elfogadni életében, ezt az ingyen pénzt sem akarta elfogadni. És amiről már szó volt, a kapcsos könyv, amit Gyulai Páltól kapott, azt itt használta, itt írta bele az őszi kék ciklust, azok alatt a tölgyfák alatt, amikkel nem sokára találkozni fogunk. És most fogunk elmenni a nagyszálló mellett, ahol Arany élt éveken keresztül. Mert meséltem, hogy a császár ki akarta neki fizetni. Egyébként ez egy zöld falu szoba volt, mert a neureszténiája miatt ilyen szobába kellett mennie. És akkor a szállóról sétált ki a kedvenc padjára, a tölgyfa alá, hogy írja az őszi kék ciklust a feleségének. Itt a szálloda. Itt a nagyszálló bejárata. Gyorsan ugorjunk, mert van forgatási engedély. Itt az aranydombúrmű. Itt egyszer voltam egy ilyen mini koncerten. Hát ez emlékeztet már csak minket arra, hogy itt élt Arany János. Itt sétálok azoknak a platánfáknak az árnyékában, ahol Arany János is sétálhatott. Látom azt a 13. századi romot, amit ő is láthatott. Ezekbe a kövekben nem véste bele, hogy itt járt Arany János. De Dodó és Manci itt jártak. És itt a romok mögött muzsikálnak barátaim, akik megzenisítettek egy Arany János verset, de más szálon is kötődnek a Margit-szigethez. Köszönöm nekik! Margaret Island, Ső Bálint, Csáviki, Kristóf. Hello, hello. Arany Road Movie-t forgatunk, ez a téma. Yeah. Nektek meg van egy aranydalotok, tehát jó, hogy találkoztunk. Szoktatok utcazenélni? Az elején elkezdtünk utcazenélni, pont 5 évvel ezelőtt volt itt az első ilyen utcazenélésünk a Margit-szigeten, úgyhogy jó ide visszajönni, és a mai napig, hogyha vidéken tehetjük, akkor koncertek előtt elmegyünk ki a főtérre zenélni. És hogy jött a rabgója? Kaptunk egy felkérést, hogy dolgozzunk fel valamilyen aranyverset, és azért is volt nagyon érdekes, vagy kihívás számunkra ez a feladat, mert korábban még nem csináltunk ilyet, és valahogy azonnal a rabgójára esett a választásunk, engem tökre megfogott a szövege, úgy gondolom, hogyha a mondatok már nem is annyira maiak, de a jelentése abszolút aktuális. Amikor megkaptátok a rabgóját, akkor mi volt az első hang, ami jött? Tehát, hogy oké, megvan a rabgója, emlékeztek még arra, hogy... Én arra emlékszem, hogy nem voltunk a próbatermünkben, és pont néztük a szöveget, és csak hangosan felolvastuk egyáltalán, elmondani el tudjuk-e, mert ráadásul fel is kellett mondanunk mind a hármunknak, pedig nem vagyunk színészek, tehát nem tudunk szavalni. És akkor jöttek szerintem az első dallamok, hogy valamit játszott a Bent a gitáron, és utána a dallam adta magát egy kicsit népies szájízenet. Itt vagyunk a Magyar Tudomány bölcsőjében, a Magyar Tudományos Akadémián, ahol Arany János, nagykőrösi tanártársa Szász Károly halála után átvette a főtitkári hivatalt, és nem csak hogy itt dolgozott, hanem itt is élt egy 7 szobás lakásban Ercsei Juliannával, és az itteniek megengedték, hogy körbenézzünk a helyszínen, és
egy egészen fantasztikus dolog is történhet még velünk, hogyha tényleg úgy lesz, mint ahogy mondták. Kézirattárban vagyunk, ez volt régen a főtitkári hivatal. Ezen a részen dolgozott Arany János, és innentől volt kialakítva az ő lakosztálya. Itt éltek ercseivel, és ez a cserépkályha még eredeti, emellett melegedett arany. Ez a puttó nézett le rá. Ott van az arcképe. Szóval itt élt és dolgozott, de nem ez a legizgalmasabb, hanem a szomszéd szobában megengedték, hogy átlapozzuk a már oly sokszor emlegetett kapcsos könyvet. Egyszer láttam a PIN-ben, de akkor üveg mögött. Ezt Gyulai Páltól kapta, ugye? Arany Jánosnak 856. augusztus 20. Gyulai Pál. Petőfi Irodalmi Múzeumban vagyunk, Asztalos Emese barátommal, aki az itteni aranykiállításnak az egyik kurátora. Emese, Arany János Road Movie-t csinálunk, ez az utolsó állomás, 4 napot forgattunk. Nagyszalonta, Debrecen, Nagykörös, Budapest, voltunk a Margit-szigeten, Margaret Island, voltunk az MTA-ba, így fogtam a kapcsos könyvet. És most itt vagyunk nálad, hogy megmutasd, ami, vagy elmeséld, ami még szerinted hiányzik a repertoárunkból. Arany János igazából kimeríthetetlen aranybánya, és bármennyi érdekességet lehet róla mondani. Ez például egy kokárda, amit Petőfitől kapott ajándékba, mert Arany nem tudott ott lenni a március 15-i pesti eseményeken, de a barátja Petőfi elküldte neki ezt a kokárdát, és ezáltal szimbolikusan beemelte az egész forradalmi hevületbe. És ez azért jó. Ez azért is jó, mert eldönti azt a vitát, hogy most akkor belülről indul a piros-fehér-zöld, vagy kívülről. Itt teljesen autentikusan látjuk, hogy ez volt az eredeti. Itt meg például Petőfi rajza látható Arany Jánosról, amikor meglátogatta 1847-ben. Ezt láttuk a Csonkat Aranyban. Sőt... Milyen ajándékot veszel elő? Ez nem az. De nem így, tessék. Wow. Vajon melyik az eredeti? Hát ez. Ja, szerintem ez. És akkor itt vannak a gyerekkori emlékek? Igen, hát nagyon kevés gyerekkori emlék maradt fenn, mert sajnos elpusztultak a II. Világháborúba. De például itt látható egy latin-magyar szótár, ami az ő tulajdonában volt, és ennek a bal felső sarkában olvasható az első verse, ami úgy hangzik, hogy ha akarod tudni, ez könyv kié legyen, az Arany Jánosék is oká éljen. Szóval egy ilyen tökre... De ezt ő írta bele? És Johannes Arany. Valószínűleg 5-6. Ugye 3-4 évesen megtanult írni, olvasni. Tényleg Johannes Sárfeszesszel Arany. De jó. És tényleg olyan szerény, mint amilyennek most mi láttatjuk, vagy látjuk? Tehát tényleg a bajsza mögül alig mer kijönni, vagy neki volt valami self-managementje? Azért ő tudta, hogy kicsoda. Például emlegetett Tompa Mihály levelezésből is teljesen kiolvasható, hogy na, szóval a saját kvalitásaival teljesen tisztában volt, de közben meg nem is akart ebben arcoskodni. Szóval, hogy csinálta a feladatot, meg a nemzetköltő szerepet is betöltött. De nem volt, hogy Arany újság címlapon fotózás és mink? Ja, így szelfizgetlen? Nem, szelfizgetett. Azért is jó az egész Arany szöveguniverzum, mert most már ezek a big data rendszerek lefuttatták, hogy tényleg ő volt a legnagyobb magyar szókincsű költő. Tehát az mit jelent? Az azt jelenti, hogy 60 ezer egyedi szót használ. 20 vagy 30 ezer szót. Tőt, tehát egyéni olyan szót, ami... Tehát 30 ezer olyan szót írt le, ami máshol nincs. Igen. Napa, azt tetszik. Na és mit jelent? Az azt jelenti, hogy... A nyós, napos csirke vagy erjesztett ital. Napos csirke. Tudod, hogy ez a hogy én még az én feleségem, édesanyja, édesapja, meg annak az apósa, a nyós, elfél... Na most végénekeltem az egészet, hogy elfél kutya, fél, míg az ipam napam él, és abban benne van, hogy anyós, apos.
Emese, csak rövid filmet forgatunk, sajnos nem teljes játékfilmet, ezért tovább kell állni. De nagyon köszi a vendéglátást. Szívesen, gyertek máskor is. És most nem is az utolsó helyünk, hanem még tovább megyünk a Petőfi szoborhoz. Ott fogjuk befejezni. És miért? Miért pont oda mentek? Emesétől tudom, azért sunnyog, hogy lehet, hogy mégse Arany mondta el a búcsú beszédet, de én szeretnék ebben a hitben élni. Megérkeztünk az Arany Életút utolsó állomásához, a március 15-e téren fölállított Petőfi szoborhoz. Lehet, hogy kicsit rendhagyó ez az érkezés, de ha Aranyt megkérdezhetnénk, hogy hol legyen ennek a filmnek a vége, akkor valószínűleg ő is azt mondaná, hogy barátja szobránál. Már csak azért is, mert a legenda úgy tartja, hogy ennek a szobornak az avatásakor Arany mondta a búcsú beszédet, kvázi a nekrológot. Más legendák szerint Jókai, de ez tulajdonképpen most a mi esetünkben nem a legenda a lényeg, hanem hogy mit jelent ez nekünk. Én, ha valamit kívánhatnék, az az lenne, hogy egyszer a kezembe kapjam azt a szöveget, amit Arany élete végén a legjobb barátjához írt. A szoboravatás után 5 nappal Arany János fölkelt foteljéből, megfogta László fia kezét, szívéhez kapott, és visszadőlt a fotelba, és elhunyt. Tulajdonképpen együtt temették el Petőfivel. Ezzel körbeértünk, vagy épp, hogy megnyitottunk valamit, remélem. Jó lenne, hogyha ezután a film után velünk együtt kedvet kapnátok nem csak Arany verseihez, nem csak a reformkor verseihez és Petőfihez, hanem esetleg bejárni együtt ezeket az állomásokat, vagy elmorfondírozni azon, hogy mit tudnánk átmenteni a mi életünkbe a reformkori emberek életéből, gesztusaiból, egymásra figyeléséből. Sziasztok!